A Covid miatti pénzkiesés nagyon úgy tűnik, hogy a japán kormány rendőrséggel hajtja be idén. Szevasztok, Marcel vagyok, és ez itt a Túlélni Japánban következő videója. Ez egy nem túl mókás videó lesz, és nem is gondoltam, hogy ilyen lehetséges, de Japánban letartóztattak egy YouTube csatornát üzemeltető csoportot, baráti kört, ezt inkább nem, inkább csoportot, én így fogok rájuk hivatkozni. És hogy miért, essünk is neki. Nos, ez a csoport, ez, ha jól tudom, film review-kat csinált, narrációval, meg ilyesmivel, és ezzel a világon körülbelül sehol nem is lenne probléma, létezik egy olyan dolog, hogy fair use. Ez valahol csak szürke zóna, de valahol Európában, sok országban, hiszem, hogy az Európai Unióban is törvény, és Amerikában is, sok államban is törvény, nem csak szürke zóna. És külön megvan adva nagyjából, hogy mi minősül fair use-nak. Röviden tömören ez a fair use kimondja, hogy copyrightos cuccokkal is kereshetsz pénzt, felhasználhatod őket saját magadnak, vagy akár például YouTube csatornára, reviewnak pénzkeresési céllal is. Úgyhogy közben nem károsítod meg ezzel igazából a copyright holdert. Nos, ez a dolog Japánban nem létező dolog. Japánban nincs fair use. Ez elég ciki. Így, ja, igazából bárki, aki Japánban anime contentet csinál, vagy bármit igazából, amiben copyrightos cucc van, azért feljelenthetik, beperelhetik, és itt meg is történt. Jött a cyberrendőrség. Szó szerint nem is tudtam, tehát minket fenyegettek ilyennel régen, hogy majd jön a cyberrendőrség otthon, még középiskolában, de én és szerintem mindenki más is azt hitte, hogy ez csak mese, ez nem létező dolog. De itt létező dolog. Viszont azt hozzá kell tenni, hogy egészen idáig, ha jól tudom, egyetlen egy ilyenre nem volt példa. Tehát most, hogy a Covid miatt a turistáktól jövő bevétel kiesett, a turistáktól jövő büntetésből jövő bevétel kiesett, éttermek, ja, minden szarság bevétel kiesett, ezt most az állam a rendőrséggel próbálja visszahozni. Erre lesz egy másik példa, egy külön videóban is, de szerintem egyelőre ez a legfontosabb. Nem, igazából nem a legfontosabb, a legérdekesebb. A másik az fontosabb, de sokkal érdekesebb. Úgyhogy, ja, igazából ők ezt most jól megszívták. És itt az a lényeg, hogy ugye ez egy csoport volt, nem egy emberke. És a csoportban voltak, akik szerkesztették a videót, meg mit tudom én, azt hiszem négyen voltak benne. És külön kereste meg a csoportnak a vezetője az egyik srácot, aki a narrátoruk lett. És a narrátoruk az még mielőtt belement ebbe a dologba, megkérdezte, hogy ez törvényes, ez jó van ez így, mert ja, a japánok azért alapból eléggé fosnak az ilyen törvényektől, és mondta, hogy persze, teljesen legális, beszélt egy ügyvéddel, így belement a srác, csináltak, nem is tudom, elég sok videót, mint kiderült, nem az. Ja, ők is a fair use-ra hivatkoztak, csak a japán kormány az beközölte, hogy Japánban nincs fair use. És hogy ez miért van? Azért, mert a törvények kurva régiek. Így van. Törvényeket a II. Világháború után modernizálták, csak az a probléma, hogy az már majdnem 100 éve volt, hogyha belegondoltok. És azóta nagyon-nagyon minimálisan változtattak a törvényeken, tehát az ilyen internetes dolgokra is nagyon-nagyon minimális szabályozások és törvények vannak. Így aztán, ja, a fair use az még csak föl sem merült. Én szerintem azt mondom, hogy a következő és a következő utáni generációnál sem fog fölmerülni, akik majd a törvényeket hozzák, hogy fair use az létező dolog, ennyire le van maradva ilyen törvényszinten egyébként Japán. Úgyhogy, ja, hogyha valaki itt van Japánban és copyrightos cuccot csinál, az nagyon durván beszophatja. De és szó szerint olyanokra kell belegondolni, hogyha mit tudom, ott van egy Pokémon figura mondjuk az ágyon a háttérben, azért a Pokémonnak a gyártója az engem beperelhet, hogy én ott reklámozom az ő cuccát, és ő ebből nem kap pénzt. Ott meg a pityukát reklámozom a háttérben. Nem tudom, hogy mit vadállatkodik, de érte, nem kell pénzt kifizetni senkinek. Szóval, ja, itt Japánban ilyen durvák a törvények. Pityu, menjél mamihoz. Úgy. Szóval, ja, itt ilyen eléggé szar törvények vannak az ilyesmikre.
Szóval, ja, a narrátor az konkrétan elsírta magát már, amikor kiment nekik az értesítés, hogy ja, jön a rendőrség, meg minden. És nem is az volt, hogy leszeletik velük, és kész, ennyi többet nem csinálhatnak ennyi, mert nem. Egyből tárgyalás, és ha jól tudom, akkor 2 évre lecsukták az összeset. Úgyhogy főleg a narrátort sajnálom, mert ő tényleg meg is kérdezte, hogy ez legális, meg ilyesmi, és azt a választ kapta, hogy ja, jó, persze, ő is utána nézhetett volna, de... De egyébként meg 2021-ben a fasz gondolná, hogy egy film review-ra lecsukhatnak. Ez eléggé szopatás. Na és igen, visszatérve, hogy ez amúgy egyébként miért van, azon kívül, hogy régiek a törvények, azért is, mert akik csinálják a japán filmeket és animéket, azok elég kevés pénzt kapnak érte. Nem csak a cégtől, hanem egyébként bevétel miatt is, mert nagyon gyorsan torrent oldalakra felkerülnek az animék meg japán filmek. És ja, bár majdnem, hogy a külföldi nézők 90%-a az illegálisan nézi meg és tölti le ezekről az oldalakról, nem pedig a japán oldalról vagy ilyesmiről, és hogy miért? Mert nincs. Így van, ha valamit nem lehet legálisan beszerezni, azt megszerzik illegálisan, és Japán ezzel is eléggé hátul kullog, ugyanis nekik már réges-régen egy Netflix-szerű cuccot kellett volna csinálnunk, animére szerintem már, hogy 10-15 éve meg kellett volna ezt csinálniuk, de lehet, hogy 20, amikor az animék elkezdtek, japán animék elkezdtek nagyon divatba jönni, ugye Pokémonnal, meg ilyesmivel, még a Dragon Ball és Yu Yu Hakusho Inuyasha utáni hullámban már el kellett volna nekik kezdeni csinálni egy vagy streaming, vagy valami ilyesmi csatornát, amit a külföldiek is elérhetnek. Nem feltétlenül kell leszinkronizálniuk a dolgokat, csinálnak feliratot, senkit nem érdekel, aki nézi az animéket, legalábbis a nagy többséget nem érdekli. Úgyhogy, ja, ez szintén a japán államnak, meg az ilyen japán cégeknek a hibája, hogy mindent elsősorban Japánra gondolnak, és majd egyszer külföldiek, és csodálkoznak, hogyha a külföldiek ezért illegális dolgokhoz fognak nyúlni. Ugyanis őket emiatt a japán állam nem büntetheti meg, mert külföldön csinálják. Nem perelheti be őket, mert ja, az diplomáciai problémába ütközne, hogy mit tudom, beperelje Franciaországban a Jules Verne-t, mert letöltött egy illegális oldalról, mit tudom, az új Attack on Titan évadot, vagy mit tudom, én nem ismerem annyira az animéket, csak azért nagyon nagy címeket. Úgyhogy... Ja. Nos, ez a videó igazából körülbelül ennyi. Hogyha tetszett, vagy hasznosnak találtátok, főleg azt, hogy ha kijössz ide Japánba, akkor ne copyrightolj. Tudjátok, like, aki meg még nem iratkozott föl, azt tegye meg, de nagyon gyorsan. Mert nagy bajok lesznek. Szevaszt! Thank you.